Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Breyer Ádám és Körösényi Dániel a hipnózis halottja. Első rész a pestinaplóban, Hipnózis közben halt meg az ismert médium. Halálesek Tuzséron. A rendőrség nyomoz. Itt a pestinapló. Szép jónapot, napot, vizsgáló bíró uram. Szerusz, fiacsgám, Mi árad van? Cikket írok a hipnózis halottjáról, Salamon elzáról a Pesti naplónak. Az ifjabb Krúdi Gyulából a tuzséri tragédia firkázt faragott. Apát ki fog tagadni, te fiú? Nem, ha nem tudja meg. Nem az iskolában lenne neked a helyed. Itt is vagyok, meg ott is. Nagy kujon vagy te. Cserébe, ha új információhoz jutok, azt azonnal az igazságszolgáltatás megsegítésére fogom használni. Tehát megosztanám önnel. Én hallgatok, mint a sír. Köszönöm, kegyelmes uram. Hát akkor csak vizsgálódj, te is. Üdvözlöm a pádat. Átadom az üdvözletet, ha látom. Jöjjön, fiatal úr, csak halkan. Az urak ugyan nincsenek itthon, de itt még a falnak is füle van. Könnyen bajba kerülhetek. Megkapta az öt koronást, nem? Azt meg. Csak jöjjön már. Mi mit is mondott, melyik újságtól van? Pesti De ugye az én nevem nem lesz benne. Dehogy! Melyik teremben volt a szeszesz? Erről megoszlanak a vélemények. Maga hol volt? Kint is, bent is. Hol van a bent? Itt. Tehát itt volt a szeszesz? Végül is, végen. Hol volt a halott lány? Arra a kék pamlagra tették. Tették? Igen. Forgásgróf, meg az a jöttment Ficsúr. Milyen Ficsúr? Az a doktor. Doktor Józsa? Nem, az rendes beregi ember. A Bécsi doktor, a Vragassi. Miért tették át? Én a konyhában voltam, kérem. Éppen a frissítőket készítettem elő. De amikor belépett, mit látott? Cs. Mit is mondott? Milyen gyula maga? Andrássi. Na ne hülyéskedjen már! Krúdi, na mondja már, mit látott? Hát, hogy feltették szegény kisasszonyt a kék pamlagra. Akkor kezdjük előről. Mikor jöttek a vendégek? A családtagok és a hipnotizőr már ebédre itt voltak. Aztán először Jungenfeld báró úr és a baroness jött meg úgy hat óra körül, azután kicsit később rögtön egymás utánban érkeztek. Szerémi grófnő, nagyon morgos kedvében volt az öreg lány, bocsánat, szóval vele egyszerre érkezett Forgács úr, Forgács Velük jött ez a, ez a is, ez a, ez a doktor vagy mi. Azután sorban érkeztek a többiek is. A kisasszony mit szólt, hogy ilyen sokan eljöttek? Ő nagyon örült. Ki nem örült? Hát... Na, bökje már ki! Neukom úr! <laughs> Micsoda, a hipnotizőr félt a szeánztól. Az ingeniőr úr sápat volt. Kétszer is kijött a konyhába szúdabikarbonáért. <laughs> Szenzáció. Doktor Józsa meg is kérdezte, hogy jól van-e. És a kedves papa? Tivadar nagyságos úrnak át kellett sietni a lónyára. Mi dolga volt? Nem kötik az ilyesmit az én orromra. De egy meglepetésről volt szó. Na, ne kelljen már nógatni. A szegény kisasszonynak vett egy, egy póni lovat az uzsoki birtokon. Ünnepeltek valamit? A nagyságos úr gyakran meglepte apróságokkal. Apróságokkal, mint egy póni? Nagy szíve van az úrnak. Főleg, ha elzácskáról volt szó. Ezt hogy érti? Semmi, semmi. Na jó, a siránkozást most hagyjuk. Azt mesélje inkább, hogy mi történt a szeánsz alatt. Ez mi volt? Tőlem kérdi. Jöjjön ide, jöjjön a függöny mögé. Maga gyakran bújik ide? Hát előfordult már. Ide szoktam rejtőzni, amikor felmerék feltöltik az italszekrint a szalomban. Látja? Azt ott. Nagy igaz ember ez a felmer. A környék minden kastélyába őszállítja a likőröket, de nem megbízható. Innen figyelem mindig, hogy tisztességesen járnak el. Mi felénk nem lopnak a kereskedők. Az ördög nem alszik. Meg aztán nem is bízom benne. És rajta kapta már? Még nem. De a forgácséknál állítólag már több ékszer is eltűnt, meg az italokból is kevesebbet szállítottak. Állítólag. És a kisasszonyok beszélgetéseit nem szokta kihallgatni? A gondol az úr! Mondja, meddig kell még itt összebújva állnunk? válnunk. <kül> azt hiszem, tiszta a levegő, előmerészkedhetünk. Akkor most már elmondja végre, hogy mi történt, vagy sem? Ssss, vissza! A tivadar, méltóságos úr! Fáradjon be vizsgáló bíró Csak ön után, méltóságos uram. Kérem, ha a beszélgetés bármely pontján úgy érzi, hogy még nincs érzelmileg készen, a szóljon és abba hagyjuk. Köszönöm, de rendben vagyok. Jól látom, hogy sántít. Lovas eset. Veszélyesek ezek a dögök. <laughs> Mi már 11 generáció óta lovakat tenyésztünk. Én két és fél évesen kezdtem. Ezért is ennyire szégyenletes ez az eset. Mit történt pontosan? Úgy hiszem, vannak ennél fontosabb témáink. Egyetértek. Kik jöttek el aznap este? Át akartam menni lónyára az ügyeimet intézni, de aztán mándokról visszafordultam. Még a vendégek érkezése előtt vissza akartam térni. Így is Eleonóra lányom a férjével, Jungenfeldbáróval megelőzött de annak örültem, hogy sikerült visszaérnem dr. Vragasi előtt. A doktor urat máskor is vendégül látták már? Vragasi doktor a család régi ismerőse, de itt Tuzséron most járt először. Azért jött, hogy részt vegyen a szeánszon. Forgácséknál lakik, de külön érkeztek. Ezt őszintén szólva furcsáltam is. És a hipnotizőr? Úgy tudom, itt ebédelt, de aztán valami dolga akadhatott, mert az este csak közvetlen a szeánsz előtt sietve érkezett. A szeánsz akkor itt volt a szalomban? Igen, mi, itt. Sok ilyen szeánszot tartottak? Mióta Elzácskáról kiderült, hogy igen, fogékony a szugeszcióra, azóta igen. Előtte másmilyen események voltak. Családom és barátaim egy szűkkörben. Uh -huh. Nagy igény van errefelé a társas eseményekre. A társaság pedig nagyon fogékony volt, ahogy jó magam és feleségem is, a miszticizmusra. Korábban többször volt nálunk egy szellemi idéző, asztalt is táncoltatott. A társaság szórakoztatónak találta az estéket. Mindig itt az önkastélyában voltak? Nem, máshol is, de a legtöbbször mi nálunk. Ön itt volt végig az este folyamán? Igen. Ott ültem az ablaknál, a dédapám alapi Salamon Mihály pipázós karosszékében. És a kedves leánya? Ott a... Nem folytathatnánk mégiscsak a dolgozó szobában? Bocsássó meg kérem. Akarja, hogy inkább máskor folytassuk? Ha szabadnak kérne. Természetesen, ahogy jó hagyja. Engedelmivel holnap visszajövök. Mikor zavarhatom? Jöjjön csak bármikor. Viszontlátásra, méltóságos úr. Most itt volt a gazdája, vagy sem? Itt volt persze, maga nem hallotta. De nem most, hanem a tragikus este alatt. Itt, kérem. És a póni? Én nem mondtam, hogy el is hozta. És Vragasi? A ficsúr? Igen. Azt mondta, hogy együtt érkezett forgácsikkal. Náluk van elszállásolva. Nem ezt kérdeztem. Hajjú, nekem igazán mennem kell. Na, adja csak vissza azt az öt koronást. Együtt érkeztek, csak a ficsúr kint maradt a kertben, mert szenvedélyesen szivarozik. Egyedül volt kint? A kisasszony kiment hozzá. És együtt sétáltak? Igen. Erről miért hallgatott az előbb? Nem gondoltam, hogy van jelentősége. Ha egy kisasszony egy fiatalemberrel kettesben sétál, annak mindig van jelentősége. A kisasszony nem olyan. Nem? Milyen? Érti hogyan gondolom. Én úgy hallottam, hogy nagyon is lelkes volt, hogy egy fiatalember egészen Bécsből jön, hogy lássa. Ferenc! Hol bujkál már megint? Na, most már igazán mennem kell. Még visszajövök. Az öt koronásért igazán nem dolgozott meg. Kisasszony, elkezdjük a kihallgatást, kérem jegyezze. 1894. szeptember 21 a Nyíregyháza a Törvényhatósági Akadémia. A tanú Neukon Ferencné. Tekintetes asszonyom, mit tud a férje hol létére? Az eset után eltűnt az uram. Nem tért haza versetsze. Fogalmam sincs hol lehet. Félek valami baja esett. Mi baja lenne? Nagyon a szívére vette ezt a balesetet. Balesetet? Ferenc csak jót akart ennek a lánynak. Ezt majd kiderítjük. De az, hogy eltűnt, meglehetősen gyanussá teszi. Állandóan azon aggódott, hogyan tudná meggyógyítani. Mi baj volt pontosan a kisasszonynak? Mielőtt találkozott volna az urammal, míg meggyötörték. És a hipnózis segít? -e? Nagyon is. Ferenc megírta egyik levelében. Önnél van a levél? Igen, kérem, mindet elhoztam. Tessék. A leveleket nem önnek címezte, igaz? Nem, uram, Gyulának a testvérének. Melyik az első? Ott van, kérem, legfelül. Gyula sorrendbe tette önnek, nagyon rendszerető ember. 1894. augusztus 8 a kedves Gyula, Salamon úr ma Tuzsérről ide érkezett, és felkért engem, hogy ha csak lehetséges, vele és a grófnével együtt ma este 6 órakor odautazzam, s ha lehet a hipnozis útján segítséget nyújt csak ez a lányának, aki nagyon beteg. Aki nagyon beteg. Ötször hipnotizáltam a kisasszonyt. Siker nagyszerű. Nincs időm rá, hogy a részleteket itt veled közöljem. Hetedikén délután hagytam el a kastélyt, Salamon úr és a grófné még ott maradtak. Ez a hipnotikus álomban megvizsgálta maga magát, megállapította bajának diagnózisát, megrendelte magának a gyógyszereket, mégpedig a latin szak kifejezésekben. Jó lehet, éber állapotban egyetlen szót sem tud latinul. Ez a betegségéről és hipnotikus álmáról szóval majd többet, mert oly óriásiak a benyomások, hogy leírni lehetetlen. A kisasszony maga magáról, mint idegen harmadik szeméről beszélt. és Ismét bemond tehát bizonyítva, hogy ebben a mély álomban a lélek a testtől teljesen el van választva. Ezt mi emberek felfogni nem bírjuk. És mégis így van. Tiszteltetem Lillát és a gyermekeimet, Ferenc. Mit érthetett azon, hogy óriásiak a benyomások? Úgy érezhette, hogy ez a kisasszony kivételes médium. Kezdetben ő maga is megrémült, hogy a szegény gyermek mennyire fogékony a ráhatásra. A lelke az álom során mélyebbre hatolt, mint másoknak. Olyan dolgokat is képes volt látni a hipnotikus álom során, amiket mások nem. Bocsássa meg a szkepszisemet, de számomra, ami láthatatlan, az nincsen ön személyesen tapasztalt olyat férje praxisában, amely ennek ellent mondana? A lányunkat, Mimikét a szemem előtt elaltatta. Hát az nem bizonyít semmit. A feleségem minden nap elaltatja a gyerekeket hipnózis nélkül. Láttam személyesen, hogy csodát tett. Meséljen, asszonyom. A szomszéd faluban volt egy idős úr, akinek hipnózissal meggyógyította az övsömörét. Hol találom meg azt az embert? Sajnos már nem él, de ennek semmi köze az uramhoz. Gondolom. Ő szerint ez a halálának nincs semmi köze a szuggeszióhoz. Puszta véletlen, hogy egy fiatal lány egy morálisan aggályos hipnotikus szeánsz közben meghalt. A férjem azt írta, hogy még a szeánsz előtt meghalt. Mikor írta ezt? Másnap, miután a kisasszony... <laughs> ez itt az utolsó levél? Igen, kérem, az utolsó a sorban szeptember 16-án címezte. Kedves Gyula, olyas valamit kell veled közölnöm, ami minnyájátokat meg fog lepni. Ez a kisasszony 14-én este 7 óra 50 perckor hirtelen meghalt. Vacsora előtt történt. Ez a kisasszony dr. Vragas jól beszélgetett. Nem hallottam, hogy miről volt szó, de ez a kisasszony sértetten ott is hagyta a doktor és átölt a kék pamlagra, majd a társaság jelenlétében így szólt hozzám. Ne jó komúr, hipnotizáljon most, és kérdezzen ki a bátya felől, és amiről akar, és ami fölött érdeklődik. Alig, hogy ez a kisasszony ezt mondta, én rögtön ezt feleltem. Nem ez a kisasszony. Vacsora előtt már rövid az idő, majd vacsora után pedig kivételésen dr. Vragasi fogja hipnotizálni. Itt ez a kisasszony ránézett a doktorra, és felkiáltott. Áh! És visszahanyadlott a garosszékbe, és alott volt. Még szerencsé, hogy így történt, mert különben még azt mondták volna, hogy a hipnózis az oka a szerencsétlenségnek. Minden élesztési kísérlet, éter, injekció, melyeket dr. Vragasi alkalmazott, hiába volt. A szegényt nem lehetett az életnek visszaadni. Érthetetlen. Kezei csókolom méltóságos asszonyom. Hívjon csak Szerémi grófnőnek. Ahogy parancsolja a grófnő. Hány éves maga? Olyan fiatalos a hangja, mintha még ott lenne a tojás héja fenekén. Tizenhat. De már több cikksorozatom sorozatom és két novellám is megjelent. Mintha olvastam is volna valamelyiket. Nem maga írt arról a csodalóról? Csodalóról? A, akkor nem maga írta. Nagyon szeretem a lovakat. Rengeteg szeretetet adnak, nem úgy, mint az emberek. Maga még fiatal, majd rájön. A Salamonok is nagy lovas család, úgy tudom. Az a tivadar a család szégyene. Az én szürkémre biztos nem engedném, hogy felüljön. <laughs> Legfeljebb a kocsim elé fognám be. A lovak megérzik, ha egy ember gonosz. Azt csodálom, hogy korábban még egy ló sem dobta le magáról. Bocsásson meg, Szerimi grófnő, hogy ilyen kényes kérdéssel zaklatom, de a szeánszról szeretném önt meginterjúvolni. Kár, <laughs> A lovas témát jobban kedvelem. A, a miről, kérem? A szeánszról. Mi, miféle szeánszról? A hipnotikus szeánszról, melynek során Salamon Elza kisasszony meghalt. Vagy, vagy úgy? Ott volt ön ezen a szeánszon? Hívjon csak Szerémi grófnőnek. Kedves Szerémi grófnő, ott volt ön a szeánszon? Igen, természetesen. Én mindenhol ott vagyok. Elmesélni, hogy mit tapasztalt? De ugye maga nem valami firkász? A Pesti Naplónak írok egy cikket az esetről. Ide figyeljen. Senki nem fogja elmondani az igazat, csak én. De nehogy leírja a nevemet, mert letagadok mindent. Miért hazudnának? Megérik a pénzüket egytől egyig. Főleg Tódor. Tódor. A Tivadar, Elzapja. Itt mindenki csak Tódornak hívja. Úgy gondolja, hogy ő a felelős a lány haláláért? Az az orvos is benne van, nyaki? Vragasi? Dehogy. Az egy rendes, komoly Bécsi ember. Hanem az a lódoktor, az a Józsa. Ö, egyszer hívtam ki a szürkéhez, de azt mondta, Nem ért a lovakhoz. Ha mit tud gyógyítani egy orvos, még egy lovat sem? Igazam, igaz. És pontosan mi történt aznap este? Kicsit gyengélkedtem, ezért sokáig úgy volt, hogy el sem megyek. De bevallom erre a doktor Vragassira, kíváncsi voltam. Az apja kitűnő táncos volt, és műcsoda fes ember. <laughs> úgy emlékszem. De akkor elment? Mondtam már, hogy mindenhova elmegyek. Hogy nézett ki a szeánsz? A szeánsz? Ó, valóságos hókusz-pókusz volt. Hát az a verseci is egy ördögfajzat, az biztos. Olyan fekete ember, én rögtön kiszúrom az ilyet. Tetszik tudni, hogy ez a sarlatán nem is orvos, már mármint a hipnotizőr, hanem valami mester, egy izsellér. A lényeg, hogy húzták, mint a rétes tésztát, elzácska, bájolgott mindenkivel, affektált, szánnivaló volt. A kútfúró meg egész végig dicsekedett, mesélte, milyen csodákat tett már elzácska. Csodákat? De hát a német és a francia lapok is megírták, hogy micsoda médium volt. Badarság. Tódor világá kürtölte ezt a szélhámosságot. Mindig ilyen hírhajházfamília voltak. Szélhámosság lenne? Engem a saját birtokomból akart kiforgatni az a semmire kellő. Tőle mindenki telik. De ha ennyire nem szereti, miért jár hozzájuk? A társasági életnek és a szeretetnek nincs semmi köze egymáshoz. Én grófnő vagyok, kérem. Szerémi grófnő, ön egészen elragadó személyiség. Oh, látott volna a fiatalon. És gondolja, hogy Elzácska is benne volt a szélhámosságban? Én azt nem értem, hogy doktor Vragassi hogy engedhette, hogy ilyen állapotban produkáltassák szegény lányt. Már úgy egyáltalán. Úgy tudom, a hipnózis csak segített rajta. Nevetséges! Kérdezze meg a Jungenfeldéket! Undok egy társaság, de nem a szemükön ülnek. Ezek itt folyton összekacsintottak. Kik? Ha nem vágnak közbe, kedves fiatalember, akkor elmondanám. Bocsásson meg, Szeri Migrófne. Na, csak nyolc óra előtt szólítottak minket vacsorára. éhes voltam. Az én koromban már nem tréfa dolog az evés. Minden vendég megjött, csak Tódorra vártunk. Doktor Vragasi Bécsből, szinte olyan fes volt, mint az apja, épp elzátszórakoztatta, aki a kék pamlagon ült és rugózott. Ha, a neveletlensége határtalan. Az inasra is rá kellett szólnom, hogy valami antrét igazán szervírozhatna. Végül egészen apró, libamájas krokettekkel tért vissza. Jungenfeld báró elnézett a társaság felett. Biztosan hiányzott neki a császárváros kártyaasztalainak nyugtató zöld posztója, és a felesége Eleonora, ez a nővére, forgácsgrófnak illegette magát. Oh, az a nő valóságos fertelem. De hol is tartottam? A oh, forgácsgrófné meg. Tényleg, ő nem is tudom hol volt. Talán az inassal diskurált a libamájról, mert ő meg mindig eszik. A háziak a vacsorára készülöttek, vagy tudom is én. Az inzsellér pedig. A hipnotizőr. Igen. Az a neukon pedig a berendezést tologatta, meg a csipketerítőt az asztalon. A bombonos üveget, a komódon, a fotelt és a székeket. Egy szóval mindenhez hozzányúlt a világon. Roppant gyanús volt. És ekkor el is kezdődött a hipnotizálás? Dehogy! Ekkor toppant be Tódor a hal felől, és az inas meg a konyha felől, hogy üljünk vacsorához. Na, arról a vacsoráról aztán egy szót sem. Valami szánalmas volt, amit abban a házban étel néven szervíroznak. Nem is mondom el, mert csak megint bosszús leszek. Az, amit itt csirke csirkepaprikásként adtak, az valami. Anokedli meg kemény volt az a szerencsétlen kislány meg egyfolytában vihorászott végig, hol doktor Vragasi felé fordult, hol az inzsellér felé, és csupa butaságot hordott össze. Már szerencsére nem is emlékszem, hogy miket. Szóval alig vártam, hogy vége legyen kinyaimnak, és a szalomban megkapjuk a teját. Utána rögtön sor került a szeánszra. Igen, de hát azért nem nevezném. Elhiheti voltam már pár ilyenen. Egymás után hipnotizálták szegény lányt. Egymás után? De hát kik? Neukon, Vragassi és Tódor. Nagyokat nevettek, és azon tréfálkoztak, hogy behívják az inast, hogy ő is próbálja meg. Doktor Józsa, hogy engedhette ezt? Az a ló, doktor. Hát ott szunyókált abban a pipázós székben, vagy minek hívják. És a haláleset, hogy történt? Amikor kiszórakozták magukat, a lányt ott hagyták a kék pamlagon, és ők leültek frissítőzni. A frissítőket ekkor már szervírozták? Igen, éppen ekkor. Az inos hozta be? Persze, az a rókaképű. – képű. És ez a? Ő ott maradt ülve. Jungenfeld báró, aki most is végig az ablakban állt, és úgy tűnt, hogy egyáltalán nem is figyel, ő szólt. Azt mondta, Tódor, jól van a lányod? Oda szaladtak, de a kisasszony már halott volt. Elképesztő. Gyere, fiam, mondja gyorsan. Ma még sok dolgom van. Septében mondom is. Kivel sikerült beszélned? Szóra bírtam Salamonik inasát. No csak is. Mit mondott az anyegle? Hát, hogy Salamon úr sántít. Na, azt én is tudom. Azért mondom, ott bujkáltunk a függöny mögött, amikor bejöttek nagy gazember vagy te. Én nem mondok semmit apádnak, azt megígértem, de ha így folytatod, ki fog tagadni. Na de azt, amit én mondtam, azt én is tudom. Arról beszél, hogy mit mondott az inas. Azt mondta, hogy felmerik, nem rendesen töltik fel az italkészleteket. És lehet, hogy lopnak is, mert forgácsiknál több égszer is eltűnt. Az ki van zárva, nálam is ők töltik fel az italkészletet. A szeánszról nem mondott semmit. Kiderült, hogy Salamon úr egy pónit indult venni a lányának, és ezért ért késve vissza, már a vendégek után. Érdekes. Ő egy kicsit másképp mesélte. Az inas elmondta, hogy valójában Elza nem a kék pamlagon lett rosszul, hanem csak oda áttették. Áttették? Igen. Ügyes, ügyes, és még? Neukom úr szinte beleőrült az izgatottságba. Folyamatosan ette a szóda Azon nem csodálkozok, az beszéli nyomorbajos ember. És a vizsgáló bíró úr kivel beszélt? Az az én dolgom. Az igazságszolgáltatás nem tartozik beszámolni valóval az újságok felé. Ellenben vice versa. Hm? Kivel beszéltél még? Szerémi grófnővel. Gondolom neki volt mondani valója bőven. Milyen plegykákat tudtál meg? Egy egész csokorra valót. Csiripej, fiam, csiripej! Ő szerinte Józsa doktor óriási műhibát követett el. Nevetséges! Fiacskám, sok mindent nem tudtál meg. Nem baj, csak így tovább, most rohanok. Te meg csak tartsítva a szemed, és mesélj el mindent, amit láttál. Igenis, vizsgálóbíró úr. Apádnak egy szót se erő, mert engem is kitagad. Elhangzott Breyer Ádám és Körösényi Dániel a Hipnózis Halottja című hangjátékának első része. Krudi Gyula, Jéger Zsombor Vizsgáló bíró, Schneider Zoltán Inas, Bánbálint, Nojkomné, Nyakó Juli Nojkom Ferenc, Zsóter Sándor Salamon Tivadar, Máté Gábor Szerémi grófnő, Molnár Piroska. Rikkancs, Körösényi Sámuel. Közreműködött, Ferenc Juhász Éva. Elhangzott Antonin Dvorzsák Hámol Gordonka versenyének részlete. Gyártásvezető, Lukácsi Zsófia. Dramaturg, Teszler Tamás. Hangmérnök, Ferenci János. Producer, Felszegi Ádám rendezte Körösényi Dániel. A felvétel támogatta a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. A műsorszámot az Ametiszt Művészeti Kft. készítette a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.